Jelen videóban utólagos falszigetelésekről lesz szó. Ez egy olyan sorozat, amiben szépen végigvizsgáljuk, hogy milyen szituációk lehetnek és mire érdemes odafigyelni. Tehát van egy épületünk, aminek van valamilyen alaptestje, akkor vizsgálnunk kell egy idő után, hogy ezek a falszakaszok, amik rákerülnek, illetve a csatlakozó padló szerkezetek mennyire vizesednek. Ehhez ez a vizsgálat az azt jelenti, hogy időnként megnézhetjük szakemberre, hogy mondjuk a mért falnedvesség érték mekkora, megéri-e foglalkozni az utólagos szigeteléssel, vagy kell-e foglalkozni, de azt ne csináljuk, hogy megvárjuk, amíg minden elázik, és a itt elterülő vagy elhelyezkedő bútorok lepenészedik a hátulja, felázik a lába, a parkett a tönkre megy és penészedik. Tehát ha ezt lehet, akkor ne várjuk meg. Tudva az, hogy a szigeteléseknek is van egy élettartama, erről már több videó volt szó, tehát olyan 20 évnél sokkal tovább egyik szigetelés se bírja. Tehát ha van egy 80-as években épült házunk, akkor már minden bizonnyal a szigetelés már eltűnt, nem létezik, tehát nem létezőnek kell tekinteni, és ilyenkor ebben az esetben a padló és a fal is egyaránt vizesedhet. Az, hogy most milyen szituáció, hogy van-e itt pince, vagy nincs pince, vagy a padló milyen parketta van, vagy kerámialap, és az tovább bírja, az mindegy. Lényeg az, hogy a szigetelés már nem létező dologként van az épületben jelen, tehát ezért el kell kezdeni foglalkozni az utólagos szigeteléssel. Ehhez ugye az említett mondjuk szigetelés szakértőket kell bevonni ebbe a munkába, vagy különféle talajmechanikusokat, hogy a talaj rétegződéséről információnk legyen, de minden esetre valami szakembert kell segítségül hívni, hogy mi a helyzet a mi adott épületünknél. Lehet, hogy gépészeti eredetű probléma is van, az is tipikus, hogy a padló összefolyók, a falon lévő mosdók, vagy a kádak, vagy a zuhanyzók mennyire eresztik el a vízüket a padlóban, és a padlóban elterülő víz aztán feláztatja a falakat, de ennek eldöntésére szintén a szakember szó a jelszó, tehát egy gépész, vagy építész, vagy szigetelés szakértő tud segíteni ebben a témában, és a soron következő videókban megvizsgáljuk, hogy milyen megoldások lehetnek az utólagos falszigetelések tekintetében, és hogy ezek az utólagos falszigeteléseknek mik a hátulütői, mik a nehézségei, mire kell figyelni, vagy mikor nem lehet őket alkalmazni. Most elsőként nézzük meg a teljesség igénye nélkül egy konkrét megoldást, hogyha mondjuk úgy döntünk, vagy a szakember azt javasolja, hogy azokat a falakat, amik ezen az alaptesten vannak és vizesednek, injektálással kell megvédeni, akkor mit évők legyünk. Tehát nézzük meg mondjuk ezt a fallábazati csomópontot, hogy kell ezt kialakítani, mire kell figyelni. Tehát ha injektálást végzünk, azt lehet a belső oldalra, ugye ez a belső oldal az épületnek, ez a külső oldala, ugye itt süt a nap kívül, fák, stb. Lényeg az, hogy lehet belülről csinálni az injektálást, lehet kívülről. Ez azt dönteti el velünk, hogy merről injektálunk, hogy hol férünk könnyedébben hozzá. Tehát ha például itt van egy szomszédos épület, ez egy szomszéd épület, akkor nyilván a külső injektálás ki van zárva, hiszen ott a külső oldalon a szomszédnek az épülete van, amihez nem nyúlhatunk, vagy nem helyezkedhetünk arra a területre. Tehát lényeg az, hogy akkor szinte biztos, hogy belülről fogjuk ezt megoldani, de minden esetre az injektálás mindkét oldalról elvégezhető, hogy ezen a helyen például innen is és innen is megtehetjük. Jellemzően a fal tőben kell és illik ezt elvégezni, tehát valahol itt egész lenne a parketta vonalában, akár úgy, hogy a lábazati lapot vagy a szegélylécet utána vissza is tudjuk tenni oda, és eltakarja ezt a furat sort, és lehet, hogy ezzel meg is vagyunk, és ezzel egyszerűen meg is oldottuk első lépésként a dolgot. Van egyéb dolog is, hogyha például pince szinten vagyunk, és mondjuk legyen ez a pince szint, és itt ez a pince fal, akkor itt valószínű, főleg ha a szomszéd épület is itt van, akkor itt a teljes falat injektálni kell, és nem csak egy vonalmenti injektálás, mint az előbb, hanem itt a teljes falat injektálni kell, vagy csak a külső oldalát, de telébe azt az egész falat le kell védenünk. És utána ehhez csatlakozik majdan a padló szigetelésünk, amit ehhez fel kell hajtani, a pince esetén is ehhez fel kell hajtani, és a két rendszert össze kell dolgozni valamilyen átfedéssel, ez általában egy 20 centis átfedés szokott lenni. Lényeg, hogy a padló szigetelés és a fal szigetelés folytonos legyen, ugye ez a pincés verziónál, ez a földszintesnél pedig itt is a padló szigetelés és az injektálás folytonos legyen. Ennek vannak bonyodalmasabb részei, majd egy következő részben arra is kitérek, de most az injektálásnak az alap problematikája, hogy hogy férek hozzá, meg merről injektálhatok, az most itt rögzítésre került.